Nos, üdvözlő, egy beat'em up játék, ahol motion capture-t alkalmaztak kaszkadőrökkel, hogy bemutassák az összes mozdulatot. Többek között ez keltette fel az érdeklődésemet, meg az, hogy rohadtul szórakoztatónak tűnik. Ahhoz képest, hogy ez a fickó első játéka elég komoly. Augusztus 23-án ez majd szépen megjelenik remélhetőleg, de addig is van demo, ami elérhető Steamen. Úgyhogy vágjunk is bele! Itt vannak a nehézségek. Normál, hát... hard, realistic. Mitől realisztikus az, hogy csak a 75%-a van meg a HP-mnak? Oké, de van custom. Ó, hogy még így is lehet? Mindegy, maradunk a... bármi is ez a focus capability, ami limitálva van, bevállalom, úgyhogy hard. De a tegnapi dolgokról nem is beszélek, mert tegnap még nem az voltam, aki ma vagyok. Ú, micsoda mély. És az vagyok én? Én vagyok Babyface. Ez aztán karakternév, benne vagyok. És éppen kihallgatnak, és fogalmuk sincs, hogy ki vagyok, illetve hogy mi a nevem. És hát megkérnek, hogy mi lenne, ha mesélnék egy beszélő drónról. Szóval azzal kezdődött, jó? Benne vagyok. Ó, na ez a beszéd. És ahogy látom, valami bűnvárosban vagyok, vagy nem tudom. És, ó, de még hogy tudok ütni? Jó, az ütés, az már nagyon megy. És meg is van a sprint. Interaktáljunk. A tévé meg konkrétan bemondja, hogy a bűnözők ellepték a várost, de úgy szó szerint. Ez aztán problémás eset, és úgy látszik megjött a rendelésem. Egy beszélő doboz. Mindig is erre vártam. Pillanat, csak körbenézek Mizu itt. Semmi extra. Ó, látlak ám titeket. Na, mi a helyzet? Á, és itt a beszélő drón. Akinek a neve Droné. Hát, sokat gondolkodtak a nevén, annyi biztos. És közli, hogy alvó ügynök vagyok. Hát ez tök jó, már az ügynökök is többet alszanak, mint én. Ja, hát úgy néz ki, én itt aktiválva leszek. És megyünk bűnözőket rugdosni, megütni. Simán benne vagyok, jó ötlet. Ti bűnözők vagytok? Jó, nem vagytok azok. Ciki lett volna, ha igen. És te ott bűnöző vagy? Á, nem. Kár. És az ott? Mindegy, én megkeresem a bűnözőket. Látom ám, hogy figyelsz a kamerán. Ezt figyeld. Mármint, amint vége a dialógusnak. Ó, egy kis noise cream majd szépen felmelegíti az izmaimat. Ja, mert hogy ő csinálta a soundtracket. Yep. Érződik. A név vagy a stílus onnan lehet ismerős, hogy a My Friend Pedroért is ő felelt, mármint ami a zenét illeti. És ez a drón, ez nagyon emlékeztet arra a banánra, úgyhogy lehet, hogy ideje lesz a My Friend Pedro-ról is videót készítenem. Meg van egy kis Hotline Miami is érzésem is ettől, szóval az is a listán van. Uha. Eddig tetszik. Mi van még itt? Bocs, éppen nézelődök. Na mindegy, pussunk. Hú! És szuperhős landolás. Na hello srácok, mi a helyzet? Itt van egy csomó bozzó. Jó, persze, sima ügy. Bemutatjuk a bozót. Ó, oh, oh, várjál, várjál. Megoldom. Szóval. Azaz. Hú, ez... Na jó, itt megy a segrugdosás, inkább az ütés. Hát én ezt nagyon érzem. Kezdek visszatérni. Megvertem pár bozótost. És nagyon jól tudok forogni körbe-körbe is. Na de. Oh-oh. Te így, mit akarsz tőlem, mennyien? Y-nal blokkolok. És LB-vel counteretekelek, azt mondod? Jó. Mutasd csak. Hogy működik ez? Na még egyszer, még gyakorolnom kell. Üss meg. Ja, LB nem el. Oké, okay, rossz gomb. Hát ez bevillant és nem láttam. Mi volt ez még egyszer? Ih! Próbáld meg! Ó, oh, ez sikerült neki. Ne lögdössél, oda megyek! Ne lögdössél, mondom, itt vagyok. És jobban kell időzítenem, és... Ó, csávókám az, hát lement sörért. Akarsz csatlakozni hozzá? Ó. Oh. Hát ez nem jött össze. Próbáld meg még egyszer. Inkább sétálok erre a zenére, ez így menő. Ó, oh, heavy strike, azt mondod? Jó,
Ez a Heavy Strike, csak el kell találnom őt. Ne lögdössél már, csak ennyit tudsz! Most már kezdtek engem fejidegesíteni ezzel a lögdöséssel. Most így emlékeztet a Batman Arkham játékokra. Csak jobban kell ezt időzítenem. Ja, ez elég jó volt. Te ne feszítsél. Is! És egyszer ütöttünk és befeketedett a képernyő. Na jó van, most már... Oké. Okay. Nehéz támadást használjam, amikor blokkolnak. Hát, ja, van értelme ennek. Hopp, ja, elbambultam, pillanat. Gyere, még egyszer. Köszi. Ne blokkolgassál, átverlek. A falon mármint. Ez az, nézd meg, hogy ott vagyok-e a földszinten. Köszi. Na és itt ezt a csávókámat. Kicsit kiütötték, de mi ezt nem fogjuk hagyni. Nem hagyjuk ezt a fajta piszok-zsákbaszogatást. Nem, nem. És van egy rage meter, aha. Sima ügy. Ez az. Hát ez kész, nincs velem bírás. Megbosszultalak. Na menjünk csak tovább. Hát én nem hoztam pizzát, bocsi. És mert nincs olyan pizza, ezért meg akarnak verni. Üss meg! Az az, na most aztán... Hova lett a fejed? Hol van a fejed? Hol? Konkrétan le lettek ütve. Kiütöttem őket az eszik alól. Hát nem vagytok valami jók srácok. Úristen, ez most Sekiro? Ez nagyon jól esik. Ez a játék, ez jó eddig, pedig csak a demo. Az az ajtó átrugva, úriembernek gumibotja van és tudok dodge-olni. Na jó, ez a beat'em up játékok Dark Souls-a. Oké, és akinek fegyvere van, azt ne próbáljam blokkolni. Én ebbe a pofonba úgy beleszaladtam, hogy nem akarom elhinni. Bocsi, még egyszer, próbáld meg? Ez az, megy ez. A gumibotot ott hogy tudom felvenni? Na várjál. Nem tudom. Na mindegy, akkor megverem ezt a nyomorultat. Úgy. Na most tudom felvenni. Az igen! Oké, ezek a fegyverek eléggé hatékonyak. Főleg Rage Moddal együtt. Na irány tovább. És ha egyszer megnyomom, backsteppelek. Ha irányban nyomom, akkor dodge-olok. Illetve rollolok itt össze-vissza. Ne menjek közelebb, vagy elvágod ennek a seggfejének a torkát a... csavarkulcsoddal. Szerintem ez nem így működik. Tudod mit? Még tudok dobni is. Hát ez most megakadt és mellé ment. Na várjál, hogy... éppen ütnek! De miért akad meg ettől a játék? Na mindegy. A lényeg az, hogy el kellett volna itt találnom, és most a bot itt gratulált volna nekem, hogy milyen szép vagyok. Meg milyen ügyes, meg okos, meg erős, meg jóképű, meg... mindenre is képes vagyok, de... mellé dobtam. Vagy nem tudom, mi a franc történt. De a lényeg az, hogy sikerült elrontanom a tutoriált. Ehhez tehetség kell. Egyértelmű gamer vagyok. Na nézzük a fókuszt. És ezzel körbenézek egy picit, jó? Nagyon nem kell körbenéznem, annyi biztos. Áú, mindjárt megölnek itt. Elvette előlem a cuccomat. Jajajaj, segítség! Hopp, hopp! És most mi a felét csinálják amúgy? Na, mi más? Verjen meg őket, most, hogy Rage-ben vagyok. És nem mondod, hogy a tutoriában meghaltam és leütötted a két haverodat. Oké, okay, jó. Nem mutattad, hogy mi fán terem a chest meg. Vagy állunk, aha. Jó, gyere csak ide. Kicsit butaság, hogy a közelharci fegyvereket nem tudom mivel blokkolni. Mármint ezt még a harcművészek is meg tudják csinálni. Főleg ezzel a cuccal, ami nálam van. De rendben van, gondolom balansz. Fotomód? Minek? Még ez is van? Wow! Körbe tudok nézni. Na én aztán menő legény vagyok itt. Tökéletes. Köszönöm szépen. Hát akkor be ide a bárba. Illetve még nem a bárba, az csak odébb lesz. És használjam a fókuszt, igen. Mert hogy el tudok dobni tárgyakat. Hát annak a csávónak konkrétan nem volt fegyvere, de rendben van. Az nem számít, hogy nem volt fegyvere, hanem hogy harcolni sem akar, de mindegy. Biztos bűnöző volt. Biztos aroszban sántikált. Na, gyertek csak. Nesze, szék neked, ne akadj.
Szék neked. Szék neked. Neked is. Neked is. Kérsz még egyet? Repeta. Az igen, milyen messziről tudok dobni. Ülj le. Ott valakit betuszkoltak. Nem néz ki jól. Fegyverek limitált lőszerrel és nem lehet őket újra tölteni. De közelharci fegyverként használhatók, ha kifogynak a lőszerből. És akkor tudok itt célozni, igen, és lőni át, ahogy egy fegyverrel szokás. Na gyertek csak! Szét John Wick-eljük őket, így hopp! Ja! Hát majdnem összejött úgy, ahogy én akartam. És megvan az első pálya, ez a hideoutom. Jó, és akkor skill-ek. Grapple, az jól hangzik. Meg tudom őket fogni, azt így ütögetni. Igen. Finisher. Ez is jó, ez is jó. Perry. Így tas, tas, tas. Igen, ez is jó. És még te jó ég mennyi mozdulat van, meg secondary gun, meg rope. Jó, szerintem legyen egy finisher, gondolom én. Mert ez a suplex, ez nagyon jól hangzik itt. És lehet a következő majd, hogyha falhoz vágom, akkor is van finisher. Nagyon jól hangzik. És változtathatok a külsőmön. Jöhet még rendes sapka nincs. Ugyanez igaz a felsőre. Ugyanez igaz a nadrágra. Hát a kesztyűre, hát majd később. Cipő szintén. Egyelőre ennyi meg gondolom demo. Törést ez bábúnak be tudok öltözni? Nem fogok hazudni, az elég menő. És akkor különböző statok, igen. Arany fog összegyűjtve. Van 30 belőle. Jó. Meglátjuk, meglátjuk. És van egy playground is. Megnézzük a playgroundot, bármi is az. Na én most ez az úriember vagyok itt. Túl sok mindent nem tudok változtatni a karakteren, úgyhogy egyelőre maradunk a generic fehér srác. Ó, és akkor itt van skill tutorial, chain finisher. Ahogy itt be tudom gyakorolni? Oké, ezt megnézzük. Weapon type, igen, random. Kérek szépen egy emberkét. És akkor... Hopp, már itt is jön. Ó, az a beszéd. Még élsz? Ez milyen finisher? Ez nem finisher. Ez volt a finisher. Végül is arra jó, hogy valakit a padlóra küldjek. Legyen endless wave, és akkor tudok így gyakorolni. Éj! Az igen! Ó, na hát fegyver van, ajajaj. Vajon változik, hogyha... Vedd fel, kérlek. Úgy. Áú. Hát jó kérdés, hogy tudok-e finishert csinálni ezzel a fegyverrel. Elvégre két ütésből beledöglenek. Ez a rage, ez nagyon durva. A fejek ezek így lerobbannak ettől. Ó, dobod el, lesz veszélyes. Ez a beszéd. Mindenkit így föltözvágok, vigyázzatok. Au, ne rugdoss el. Oké, szóval a finishereket meg az ilyesmiket félbe tudják szakítani, ha nagyon akarják. Nem baj, annál jobb, hogyha összejön egy. Fust. Valaki állítson meg, miből vagyok. Jó, ez a playground, ez egy nagyon jó funkció itt. Egyelőre vissza, folytatjuk a játékot. Ezzel az új pályával itt. Közben a bozókról már tudok pár dolgot. Jó. Start level. És akkor papíron ez az első hivatalos pálya. Ó, kérlek! Ja! Au, ezt megbánod. Ide a gumibotot, köszike. Melyik gomb? Ez a gomb, ugye? Hopp. És hozzá is vágom a gumibotot, ez a játék eddig zseniális. Jó, keresünk valami Lil Tony nevű csávót, aki egy ilyen A-osztályú szarházi. Rendben van. No, hello, Mizu. Jöttem futkározni. Kapjatok el. Lassúak vagytok, srácok. Ó, te képes voltál elkapni. Szép volt, téged ütlek ki elsőnek. Hát... Au! Nem baj, kösz, hogy félbeszakítottad. Igazából megsérültem, nem örülök neki. Na hello, Mizu! Ó, igen, robbanószerek. Azt mondod?
Melyik a robbanószer? Gondolom ez itt. Ezt be fogok adni, úgy érzem. Te menj arrébb, kérlek, közé. Áú. Talán nem kéne robbanóanyagot a pofámba dobni. Oh, no, dobod el! Nem! Fúj! Miért akad be a játék az ilyen pillanatoknál? Nem baj, megyünk tovább. Hello! Szia! Még tetszik ez a Hulk robbanás. Hulk tompított. Na jó, ezt blokkolj, gyere csak ide! Te ki vagy? Ez a bulkibozos. És képesek megfogni. Aha. Valóban. És akkor... Mi lenne, ha nem tennéd ezt? Aha, szóval így fogsz meg. Gusztustalan, nem gondolod? Fogd meg ezeket a mogyorókat akkor, jó? Jó, méltó ellenfél voltál. Aranyfog. Találtam egyet. Jó, és ezt mi alapján kapom meg? Random vagy így? Konkrétan meg kell céloznom az arcukat, vagy valami ilyesmi. Hú, kerti szék. Oda néz. Ne fogdossád. Nem. Hol a fejed? Neked hol van? Ezt a fejetlenséget, de komolyan. Jó, hát ez megvolt, mehetünk tovább. Kijöjjön, hogy sikerült a pálya. Jó. Ez jó volt, ez eddig jó, ezt élvezem. C. Hát ezt már nem élvezem. És még kapok is egy gifet. Ez a highlightom. Nem annyira a highlightom. Talán az övék. De ez annyira a My Friend Pedrós. Na de folytassuk akkor. És ez azt jelenti, hogy egy extra ellenfél, igen. Egy extra skill. Akkor kérem a grapple-t, hogy én is meg tudjak fogdosni embereket itt. És akkor kérem szépen ezt a sisakot. Szeretném azt gondolni, hogy ez csinál is valamit. Na is, kesztyű. Mert az mindig kell. De akár lehetnék ez az úri ember is. Akinek nagyon furcsa a hasa. Mondjuk a karakter dizájn ez egy picit érdekes. Inkább emlékeztet a Two Point Hospital karakterekre, csak elmennek bunyózni. Mondjuk a cellák tökéletesen megfelel igazából. És akkor a Playgroundnál, most már ki tudom választani az új cuccokat is, amiket kinyitottam. Világos, nem tudom, grapple-t nézzük meg akkor. Hol vagy? Aha, itt vagy. Na gyere csak ide, és akkor... Így működik, jó. Ezt meg is tanultuk, szép volt. Amúgy mert nincs rajtam ruha, ez csak most tűnik föl. Itt meg eljátszák a jó zsaru rossz zsarut. Igen, klasszikus, és akkor folytassuk a sztorit. Szépen elmondom nekik, hogy egymagam végigverekedtem magam a gettón, és ezek után még van kedvük velem szarakodni. Oké, le se szarják. Ez itt meg mi? Fogalm sincs, lenyúltam. Ú, milyen parti megy ott. Csatlakozhatok? Ezek szerint nem. Hallakám téged, te szerencsétlen pas. Háj, ne behi ilyen csúnyán. Ó, kicsi Tony figyelmeztetett. Hát, ja, büszke vagyok rá. Van egy ilyen támadásod, amit így nem lehet nagyon félbeszakítani, cserébe dodzsolnom kell. Jó, akkor mi lenne, ha veled kezdeném? Vele nem nagyon kezdem. De hogy nem? Ne vagdossál, rohagyd meg! Hát nem tudom, mi történt ott, de nagyon leszúrtam. Ó, nálad is van kés. És megint a kulcs pillanatban megakadt a játék, ugyanis fejbe dobtam a késemmel. A... Ja, hogy nád robbanó cucc volt. Azt hiszem, téged elő fognak léptetni. Jó, a veszély valós. Hú, aha. Ne. Hú, nem baj, lett belőle egy borda. Ó, egy pisztoly, köszike. Jó, látom, itt alul semmi nincs. Jó, akkor megyünk föl. Ezek meg itt C4-et készítenek. Óvatosan, nehogy felrobbanjon. És persze erre mindenki idejön és azonnal elkezdenek engem cseszegetni. Na várjál, van itt robbanóanyag kettő is. Iiii! Au! Az a kés, az nagyon veszélyes. Edd meg ezt, köszike. Mi a tervem egész pontosan? Azt hiszem ez. Ezt a pisztolyt elviszem, ha nem probléma. Alig élek egyébként. Jó, hát ezt zsebre raktam, és olyan, mintha megsérült volna ott az aurám. Jaja, nézzétek meg. Jó, legyünk elnézők, demók, és amúgy a játékmenet működik. Ó, na, zombikeljünk. Hopp.
mellé kétszer. Most meg nem akarok lőni. Úgy. Kifagytam. Francba. Hát ez a John Wick-elés, ez nem jött össze úgy, ahogy én akartam. Nyesze. Van egy palackom. Mostantól Demo Man vagyok. És zárva, hihetetlen. Bezárják itt az ajtókat. Lil Tony meg úgy néz ki, mint egy youtuber. És pisztolya van. Éhi! Azt hiszem, itt az ideje használni a C4-et, amit most találtam. Szép volt, a gyönyörű ajtom megdög lesz. Az ajtót hogy lehet gyönyörű. És boss harc, oké, okay, hát lőfegyvered van, úgyhogy nem szívesen megyek be oda. Na jó, hát ez kicsit jobban oda kéne figyelnem. Jó, nem baj. Nesze, van egy húsvágó bárnom cserébe. Megtapostam a haverjaidat, te most mit csinálsz? Nem, foly. Na tudunk mi birkózni egész nap. Gyere csak ide. Na, hogy egy. Na jó, elég volt. Aha. Kezeket fel, te gazember. Mondom, kezeket fel. Na gyere ide. Én szóltam. Kapott egy figyelmeztető lövés az arcába, és nem gondolta meg magát. Nézd meg, mit csináltál, te pöcs. A drónnak mi a baja egyébként? És felismert engem Tony. Ajajaj. Hát ha ezt a főnök megtudja, dühös lesz, annyi biztos. Na menjünk tovább. És felrobban ez az egész hely. Jó, azt hiszem ideje menni. Whee! Bum. Na, ki akar? Ja, üres volt. Ups. Ezek szerint ők tudták, mert nagyon bátran közelítettek meg. Úgy. És akkor megyünk le. Ez az. Úgy, egy robbanószer. Jaj, ne. Menjetek innen, léci. Ajajaj. Aha, megvan. Sis! Ezek után neked még van kedved harcolni? Ez most komoly? Nem látod, mit csináltam a haverjaiddal? Te állat! És erre megfog. Ne, fogdos, foly! Nesze! Kapd el! Szép volt. Ó, és még többen jönnek. Ezek meg kik? Megjöttek a muszklik. Azt hiszem félek. Na várjál csak, itt az én tervem. Nesze! És még nem hányja el magát senki. Au! Jó, 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 jó. Bizonyítottatok. Most kéne valami terv ide. Itt egy kuka például. Ez se rossz. Jó, kéne még terv. Mert ezek itt ugrabugrálnak is. Mi ez? Ja, a gumibotom, mi más? Au! Jó. Két muszklét ugrabugrál meg ilyesmi. Nem. Nem. Ó, megy egy vonat. Jó. Rendben van, ugorjunk egy száguldozó vonatra. Mégis mi baj lehet? Pálya kész? Eléggé rövidek a pályák. Mondjuk akkor nem csodálom, hogyha 40 van belőlük. Mármint nem a demóban, hanem a teljes játékban lesz körülbelül annyi. És az, hogy D-t kaptam, az enyhén szólva sértő. És akkor kérek szépen egy perizést. És akkor ez lehet rugás is később. És akkor kérek szépen egy peri tutoriált. Tehát ütsz. Nem úgy jött össze, hogy én akartam. Aha, ez volt az. Jó. Még egyet. Sőt, kérem mind az ötöt. Rage módban viszont instant megölő őket, ami eléggé viccesen hangzik. Még, még, gyere. Aztán hopp, buh, buh, buh. Sajnálom, de Bruce Lee akadémián tanultam itt. Jó, ezt fogom tudni alkalmazni, azt hiszem. Na és akkor progression alapján ez az utolsó pálya a demóban, a vonatos rész. Megnézzük, megnézzük mindenképpen. Fekvő támaszom, mert miért ne? Kicsit óvatosan sétálok, egyébként nagyon veszélyesnek tűnik ez a rész. Nem baj, átugrunk így. És... jön valaki? De még hogy jönnek? Hova mész, áruló? Én? Au, 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 az jó, mindjárt megvernek itt. Nem. Psst, vissza. Az igen. Ezt felrepült műholdnak, jól van. Hogy? Nem. Hogy? Ezt elviszem, köszi. Viszlát. Hihihi.
Ez a beszéd, ez itt a beszéd, kérem. Nem. Hogy nincs jegyetek. Ajaj, jó, hát ez a bizonyos boss, ez küld ránk egy helikoptert. Az ott egy lovag? Jó, mindegy, megyünk tovább. Na, mi a szitu, srácok? E mesterlövész. Jaj, de jó. Hát ez... Ó, és még ugrabugrálsz is itt a vonaton. Hát ez... Hát ez nagyon jó. De... Ó, kösz, hogy segítesz nekem. Ó, mégsem segítesz nekem. Jó, jó. Akkor elsőnek ezektől megszabadulok, igen. Aztán... Nem. Ső... Hú. Nem. Nem. De. Nem akarsz megdögleni végre? Egy picit, köszönöm. Hú. Oké. Szerintem futnom kéne. Ja, próbálj meg eltalálni. Így. Na most találj el. Jegyeket, bérleteket. Aztán... Anyád. Aztán levertem őket, mielőtt grapple-t használhattam volna. Jó, nem baj. Ti ne féljetek. Ó, de féljetek, mert itt vannak. Te engedj! Ne! Oh-oh. Elengedett az A betű, miért? Au! Te komoly szórakozzal velem? Engedj már el, te nyomorult. Esküszöm, a reakció idő, mint egy lámának. Azoknak mi a reakció idejük, nem tudom. Ezt csak úgy mondtam most. Na remek, már csak te hiányoztál. Jó, az ablakokkal vigyázzunk, világos. És seggbe rúgtak rage alatt, ez aztán megalázó. És nagyon kompromitáló pozícióba kerültem, mert a fejem éppen hozzáér egy fickó ágyékához. Hihi! Nem, itt maradok. Nem, csupa! Ez az. Imádom a Perryt itt. Hopp! Sis! Na a kalappal, szép lövés volt. Így ez lesz. Ütök-ütök hátra. És nagyon gyorsan lő, tehát újra tölteni ki fog? Éjj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 
Au! Hé! Hey, van még valakit? Jó, nincs, akkor vissza. Itt nagyon jó mozgásterem van. Viszonylag. Most nem kéne trükköznem itt. Itt túlélésre megyünk most. Hű, ez közel volt. A rohadt nénikédet. Utálom a mesterlövészeket. Mit nem adnék egy gumibotért, vagy igazából bármiért, ami nem az öklöm. Ez megint szép lövés volt. Jó, ez egy kicsit nehezebb, mint gondoltam. Ez a játék amúgy nem könnyű. Az igen, lelőtte a saját emberét. Szép volt. Vissza. Ez az. Jó, nagyszerű. És most? Ja, még mindig jöttök, persze. Ne! Rohadj meg! Feladja a leckét a játék, annyi biztos. Ne! Jó, gyertek csak. Tehát tényleg ez a megoldásom, hogy itt elbújok a sarokba, azt jó napot. Végül is működik. Már amikor működik. Óvatosan. Ez az. Erre elgázolja a helikoptert a vonat. Mi a franc? Hogyan? Hogyan? És hogy nem lett ebből nagyobb katasztrófa, te jó ég? Jöhet a patkány király. Jó, ez egy Dark Souls 2 utalás, ez hivatalosan egy Souls játék. Én mindig is mondtam, és level complete, hát egy cliffhangerrel ért véget, azt hiszem. És D-ját, nem csodálom, ez borzalmas teljesítmény volt részemről, de rendben van, legalább sikerült. Ja, és akkor nyissunk egy kombót. Ja. És akkor long range attack. Hú, ez is jól néz ki. Hát lehet itt balettozni az egész pályán. Ó, nem mondod, hogy ezt csak most találtam meg? Hát kell nekem a gumikacsa, nincs mese. Nekem kell. Jó, és akkor kérek szépen kombót. Elvileg sikerült. Aha. Jó, én nem vettem észre különbséget, de lehet, hogy én vagyok a bak. Biztos van. Biztos van valamennyi, csak én nem látom. Mert most is számolta. Aha, és akkor újra meg tudnám csinálni a pályákat, és vannak challenge-ek is hozzá. Halál nélkül 180 másodperc alatt, fegyverrel 15 ellenfél. Jó, ezt gyorsan megnézem még. És akkor gumikacsával, hopp! Mi a helyzet? Oh,
Azt hiszem már látom a kombót itt. Na gyertek csak. Ennyi. Ennyik vagytok. Fölsegíted a haverodat? Az igen? Jó, már látom a kombót. Elég érezni a különbséget így játék közben, hogy mikor aktiválódik ez a mozdulat. Lenne végtelen lőszerem, itt végig John Wick-elném az egész pályát. Akkor rohagyd meg. Hol a fejed? Már megint elvesztetted. Ez a rage mód, ez nagyon jó, ezt imádom. Na de gyorsan be ide, és level complete. És pipa, 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 köszönöm. Már is jobban néz ki ez. Még ez az. Kérlek, gimme, gimme, gimme. S-rank. Ég áldjon, hogy a fogakat hogy kell megszerezni, fogalmam sincs. De ha ezeket a challenge-eket csinálom, akkor... mondjuk skill pontot nem nyitok ki, ami szomorú, de kinyitok cuccokat. Aha. Például ez a gázmaszk. Ez mondjuk nagyon jól néz ki ezzel a gumikacsa cuccal. És akkor kinyitottam egy tetoválást. Fú, ezzel lehetek igazán edgy. Ez az. Fú. Na kérem. Csak a drónnak egy új skin, meg challenge skin. Dareman. Legalábbis lehetek ő is. Igazán menő ember. Most a kifestéstől, amit a bajszom lenne, úgyhogy ez marad. Többi challenge-et, meg az ilyesmiket, meg majd szépen szabad időmben megpróbálgatom. Na és egyelőre ez lett volna a játék. Majd ez augusztus 23-án megjelenik. Én meg akarom nézni mindenképpen ezt. Bár lehet azért, mert valószínűleg egy kiégett boomer hülye vagyok, de... nagyon kevés játék tud lázba hozni, ami új, mármint. És ez most így kifejezetten elkezdett érdekelni. Főleg most, mert bőven szórakoztató. Úgyhogy tényleg kíváncsi leszek ebből, mi lesz. Na de, addig is megyek kínzom magam valami mással. Na ciao!